Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni, és végre ismételten life hackeket fogunk megnézni. Ezek azok a mindennapi trükkök, amiknek elvileg meg kéne könnyítenie az életünket, de azért valljuk be, hogy a legeslegtöbb, amiket így videókban szoktunk megnézni, borzalmas, és én csak kiszoktam rajtuk égni, hogy találhat ki valaki ilyeneket, de azért nagyon ritkán vannak hasznosak is. Arra emlékszem, hogy az előző ilyesfajta videóban is láttunk hasznosakat, és így mondtam is nektek, hogy ezeket biztosan innentől kezdve használni fogom meg minden. Na hát, az a probléma, hogy már nem is emlékszem, hogy mik is voltak azok, és hát így nem iktattam be a minden napjaimban. Ja, és még mielőtt elfelejteném, végre valahára elérhetőek a saját márkás termékeim, illetve a Sherlock Robertes termékek is. Az van most itt rajtam, pont, firmitas.hu, mindenféleképpen lessetek rá is, hogyha szeretnétek, vásároljatok. Na de akkor kezdjük is bele ebbe a videóba. Várjatok, most be kell feszülnöm ilyen biztonsági őrösbe, tudjátok, hogy látszódjon a márka. Annyira imádom ezt az egészet. Na de most már komolyan bele is kezdhetünk. Ott van nálad egy görög dinnye, amire ráraksz egy kupakot, és ezt körberajzolod. És kivésed a kupak helyén, szerintem amúgy szívószálakat fog berakni. Na az mekkora ötlet lenne. Aztán lehet, hogy nagyon tévedni fogok. Kólát! És tudjátok, mennyire durva lenne, hogyha a dinnye teljesen fekete színű lenne a kóla miatt, de nem hinném. Aztán ki tudja, amennyi színezék van benne. Mármint teljesen egészséges, ugye, eskü. Egy kicsikét azért megszínezte. És voilà, ott is van a kóla ízű dinnyéd, de ezzel az egésszel mennyire megtévesztheted az agyadat, hogy tudod, eszed a kis dinnyécskédet, és közben teljesen kóla íze van. De én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy vajon dinnye ízű kóla lesz, vagy pedig sima kóla íz, és a kóla elnyomja teljesen a dinnye ízét, de nem hiszem, hogy elnyomná, ugyanis nem öntött bele olyan sok kólát, szóval szerintem kóla ízű dinnyéje lesz. Ezt úgy tudnánk egyébként megtudni, hogy kipróbáljuk. Lehet, hogy ezt is megcsináljuk, ugyanis a hónapban van tervben egy dinnyével kapcsolatos videó, de most nem akarok spoilerezni. Na de nézzük is inkább tovább, hogy milyen trükköket fog nekünk még tartogatni ez az egész. Azaz, azt hitted, hogy dinnye ízű lesz mi? Hát közben dinnye és kóla ízű volt. Na, ez nem is rossz ötlet. Így nem kell a héjával bajlódnod meg semmi. Eheted is már. Miért raksz rá valamilyen krémet? Az jó lesz úgy neked? Csak nehogy az legyen, hogy dinnyéből csinálnak egy tortát. Ja! Hogy ez egy ilyen nagyon, de nagyon leegyszerűsített torta lett, én ezt nem nevezném tortának. Miért csinált szegény dinnyéből egy sündisznót? Meg hol van a szeme akkor? Ne! Ennyire egyszerűen lehet ilyen kis dinnyefalatokat csinálni? Hát az életem eddig hazugság volt. Ha nekem valaki adott volna egy olyan feladatot, hogy tessék Robika, itt van egy dinnye, csinálj belőle 25 dinnyefalatkát, szerintem én így egyesével elkezdtem volna vágni a szeleteket, és utána szurogattam volna bele a pálcikákat, tudjátok, így nyomta volna Chef Robert, de hát ez sokkal, de sokkal egyszerűbb módszer volt. Nem mondod. Ezt akartam megcsinálni videóban! Hát leszpoilerezd az ötletemet, kedves videó! Ha tetszik nektek ez az ötlet, hogy ezt csináljuk meg amúgy, akkor mindenféleképpen fejeljétek szét azt a lájkot! Ennek az egésznek ugye az a lényege, hogy egy csomó gumit raknak a dinnyére, és egy idő után szét kell robbannia! 230 van már rajta? Hát azt nem gondoltam, hogy ennyit elbír. Hát jó hosszú videó lesz az, hogyha én megcsinálom.
Fú, de megijednék ott amúgy. Mennyire jól néz ki! És azt írja nekünk, hogy ezt tartsuk meg későbbre, szóval gondolom a dinnye héjával fog talán kezdeni valamit. Ja nem! Jön a következő dinnye, azt félbevágja, és kiveszi a belsejét. Ja, ilyet már láttam szerintem! A másik dinnyének a teljes belsejét belerakja abba, és akkor full úgy fog kinézni, mintha a dinnye héjának a felét így leszetted volna, amit nem lehet kivitelezni, ugye? De hát így meg lehet csinálni. Vagy nem arra készül, amit mondtam? Szerintem az lesz az, de akkor miért rakta vissza a tetejét rá? Ennyi volt ez a lifehack, szóval gondolom csak azért csinálta, hogy jobban szemléltesse számunkra. Na de jöjjön is akkor a következő. Mi az a durva szerkezet? Az mire jó? Az ilyen nagyon szép és szabályos dinnye szeleteket így vágják. Ne csináld velem ezt. Életemben nem láttam még olyan kést, vagy nem tudom, hogy mi az pontosan, de már ilyen durva konyhai eszközök vannak. Nagyon ritkán szoktam nézelődni vissen, és amikor a dolgoknak a 80%-áról azt sem tudod eltalálni kár, hogy ez vajon mire való, azért az meredek. Na jó, lehet, hogy nem 80, hanem csak 40, de akkor is. Pedig azért Chef Robertnek illene tudnia. Na ezt tudtam, hogy van ilyen szerkezet, ami az ananász belsejét nagyon szépen kiszedi neked, és akkor nem kell bajlódnod a héjával. Plusz ez még ugye fel is vágta. Nézd meg! Azaz! 2020. Ennyi. Ilyenek vannak már. Minek neked olyan nagy faragó? Az akkora kb. Mint a tenyerem. Íh, haver! Hagyd ne mondjam, hogy mi jutott arról eszembe először, amikor elkezdte faragni azt a répát. És gondolom, hogy abból ilyen szép dekor tányér díszítés lesz. Csinál belőle egy virágot. Aha. Fú, de jól néz ez ki. Ha tudnád, hogy faragóval készült. Na ez ilyen szeletelés segítő cucc lesz. Hát láttam én már ilyet. Otthon vagyok a konyhában, ne vicceljetek, amikor végre örülök, hogy valamit felismerek. Mennyivel szebb paradicsom szeleteket lehet így vágni, ha látnátok, hogy én milyeneket szoktam. Fognátok a fejeteket. Egy citrom, amit jól megdörzsölsz és megnyomkodsz, hogy lédúsabb legyen, és létezik ilyen durva citrom belsejét kiszedő szerkezet. Na ilyet se láttam még. Ja, várjunk csak, hogy az nem is a belsejét szedi ki, hanem annak segítségével tudsz citromot sprézni. De mégis, az mire kell neked? Talán süteményekhez? Vagy azzal szivatod az embereket, hogy gyere csak ide! Én ennek a terméknek egyszerűen nem bírom elképzelni a mindennapi használatát. Tételezzük fel, hogy akarsz egy teát inni. Hamarabb facsarsz bele egy citromot, mintsem, hogy ezt ráragd, és így elkezd sprézni a teádba, meg mi van akkor, hogyha a citromnak mondjuk csak a 10%-át bírod kisprézni ezzel, utána pedig megállt a tudomány. Haszontalan ez szerintem, nem is kicsit. Na de majd ez! Fú, ez ilyen nagyon durva multifunkcionális konzervnyitó, üdítős kupak lecsavaró, és még egyben sörnyitó is. Na ez már valami. Az ott egy sima olló. Aha, hogy az nem egy sima olló. Hát mennyire durván néz ki az. Hol lehet ilyet venni? Itt van a pénzem, tessék, kérek egy ilyen ollót. Már nem tudom, hogy minek, meg szerintem sohasem használnám, de nagyon jól néz ki amúgy. Fú, előre félek, hogy mi lesz ez. Ez ilyen vákumos gyümölcs belsejének a kiszívója? Aha. De
De amúgy ez nem is rossz így, hallod? Mennyire jól néznek már ki. És van még szívecskés is, meg minden. Én is akarok ilyet. Most pedig segítségünkre lesz egy habverő. Ne! Miért? Én kiskanállal szoktam itt kienni, tudod? De ez is ötletes. Hát jók ezek a lifehack-ek. Tokai bor van a videóban? Azt jól látom. Nincsen otthon dugóhúzó. Hát itt a megoldás, hogy hogyan nyissál ki egy boros üveget. Varázslat. Ennyi új dolgot megtudni egy videóban. Na de ennyi is lett volna ez a videó. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és hogy ti is meglepődtetek legalább annyira ezeken a lifehackeken, mint én. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalon, plusz a webshopom is, ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna meg a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz egyetlen egy videómról sem lemaradni. Már ha YouTube is úgy szeretné, hogyha garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is szevasztok!